Aha, mehet. Miért? Miért vigyem arrébb, Dávid? Mondjad, mit szeretnél? Szia, Dávid! Mit szeretnél, mondjad? Kiszállni! Én úgy láttam, te apukáddal indultál itt ezen a mai versenyen. Hogy tetszett a víz? Egész jó volt. A szél ez picit fújt, az beforgatta a hajót, viszont jól lehetett menni. Ez a hajó, ez nem idegen számodra, hiszen saját hajóval indultatok. Áruljuk el a nézőknek azt is, hogy te nem először voltál hajóba, hiszen Győrbe rendszeresen evezel a Dunán, jól tudom? Igen, szoktunk sárkányhajózni, kenuzni, és azon kívül én még kajakozok. És milyen volt itt az Ajkai mezőny? Jó volt, nagyon jó volt. Élvezhető, szerintem nagyon jó volt. Az előbb említettük Győrt, viszont te Ajkára jársz iskolába, tehát ezért is indultatok itt Ajkán. Igen, ezért, és az egyik tanárom, a honis népismeret tanár, Csaba bácsi, itt volt segítőként, fogta a hajókat. De titeket nem fogott vissza Csaba bácsi? Nem. Milyen volt a verseny? Jó volt. Jó időket mentünk, ahhoz képest, hogy mi ketten voltunk, egy hármas, felnőtt férfi csapatot, 2 másodperc híján majdnem megvertünk. Hát azért a ti hátteretekkel nem majdnem kellett volna megverni, hanem meg kellett volna őket verni, és nem 2 másodperccel, vagy ezt rosszul gondolom? Hát annyira nem, de most nagyon nem eveztünk sokat kenuba, inkább sárkányhajóztunk idén még. És a sárkányhajó mennyivel másabb, mint a kenu? Annyiban, hogy ott több az ember, és nem kell annyira erőset húzni, mivel mindenki beletesz valamennyit, ami bőven elég lehet ahhoz. Az előbb panaszkodtál, hogy töri a kezedet a lapát, ennek mi az oka? Az, hogy tehát nincsen leragasztva jó, hogy meg lehessen fogni, meg hát már ez volt talán a 4. kör, amit most mentünk. Elég profi hajóval érkeztetek ma ide Ajkára, viszont mégsem tiétek volt az első hely. Mi ennek az oka? Igen, mert már szóltunk az elején, hogy szeretnénk versenyen kívül indulni, mert úgy gondoltam, nem lenne sportszerű, hogyha a családosok vagy a kisiskolások között hogy bárhol indulnánk, mert mi azért Győrben elég sokat küzdünk, teszünk és edzünk erre a sportra, és ez így sportszerű. Mert hogy ti Győrből érkeztetek ide? Igen, én személy szerint Győrből érkeztem, a gyermekem ugye Ajkán lakik, de én Győrben edzek nap mint nap, és ott is élek már édestava 17 éve. Győrben mit edzel? Győrben én sárkányhajózom, illetve hogyha tehetem, akkor kenuzom, de a sárkányom mostanság több, mert így alakult az életem. Sárkányhajó? Hogy jutottál el eddig a sportágig, vagy hogy jutott eszedbe, hogy sárkányhajózzál? Úgy kezdtük még 2000-es 10-12 évvel ezelőtt, hogy ugye kenuztam, kenumaratonoztam, és akkor egyszer csak jött egy felkérés, hogy csináljunk egy csapatot, csináltunk egy csapatot, és így beragadtam ebbe a csapatba, aztán azóta 10-12 éve űzöm ezt a sportot. Úgy tudom, hogy most végre eljött az idő, és indulhatsz az Európa-bajnokságon. Igen, július elején lesz az Európa-bajnokság, és egy hajó egységgel sikerült kijutni, tataiakkal, illetve nagykanizsi megerősítéssel sikerült kijutni az Európa-bajnokság, nemzeti Európa-bajnokságra egészen pontosan. Sárkányhajóval? Igen, természetesen sárkányhajóval. És hogy kerültél te Győrből Ajkára, vagy Ajkáról Győrbe? Ajkáról kerültem Győrbe, hogy én 34 évig Ajkán éltem, és utána kezdtem el, illetve közben elkezdtem Győrbe dolgozni, és utána kerültem Győrbe dolgozom, és mind a fia, mind nagyon sok kötődés, baráti kötődés köt ide, és sűrűn vagyok itt Ajkán, ha tehetem. Mert hogy te most a fiaddal együtt indultál ezen a versenyen, tehát ketten voltatok a csapatba. Igen, ketten voltunk a csapatba, de ez így jó. Én páros szoktam menni mindig kenuba is, és ezt szeretem, illetve a sárkányhajóban ugye 10-20 fős, de kenuba csak páros szoktam menni. Ez így szoktam meg, és így jó. A fiad azért elárulta nekem, hogy nem sikerült megvernetek mindenkit, de majdnem. Igen, mindenkit nem sikerült, de ők nem itt indultak, ők az előtte versenyen indultak, 2 másodperccel lemaradtunk róluk, de ígérem, többet fogunk menni, és jövőre meg lesznek ők is. Jövőre is versenyen kívül indultak akkor? Természetes, szeretnék jövőre is versenyen kívül indulni. Aki szeretne sárkányhajózni, az itt a környéken hol ismerkedhet meg a sárkányhajóval, van erről tudomásod?
Hát igen, sokfelől, sokfelé van csapat már, hál' Isten. Akár a Balatonparton is, a Velencétó, illetve Győrben is nagyon-nagyon sok csapat van, illetve még a Fertőtó csak egy kicsit messzebb van, de mindenhol szeretettel várnak mindenkit, illetve az internet most már csodákra képes, és beírja az ember, hogy sárkányozás, mindenhol alatt ki jó pár helyet, jó pár csapatot. Hát akkor sok sikert nektek az EB-n. Köszönöm szépen! Részt vettünk ezen a versenyen, úgyhogy ebben az évben ugye ez volt az utolsó versenyünk. Itt Fagyi kupáról van szó, amit a BMK ifi csoport adományozott. Fagyi jegy, versenyző. Így gyerekek közül első lettek az angyalok. Az az a ti jegyet. Második helyzet lett a vízi csibék. Hát én nem tudom. Takács Lajos, Álmos, Ervin és Ábel. Köszönjük szépen a részvételt. És akkor a harmadik helyzet. A harmadik lett a vadkacsák csapata, konkrétabban Grünwald László, Kanyár László, Kanyár Kata és Kanyár Kornél. Nagy gyerekek. Következnek a nagy gyerekek. Első helyzet lett a delfinek csapata. Mondjuk, egy pillanat mondjuk. Elfelejtették a nevet. Delfinek. Vítus Barbara, Lepsényi Liana és Nagy Lili. Csapatkapitán. Második lett aranycsapat. Máté, Bozsó Gergő, Salamár. A Hélio, a Fagyi jegyeket a Héliosnál lehet megvenni, vagy ott a hotelnál lévő fagyizóba. Este 8-ig, este 6-ig, jó? El kell fogyasztani, jó? Rendben. Ma. Harmadiknak, mivel már volt korábbi versenyzések, ezért harmadiknak a kék bánákat tudtuk kihozni. Igen. Matt Kinga, Vizi Laura és Jennifer. Kisgyerekes családnál pedig első lettek a pingvinek. Grünwald László, Tánya László, László, Kata, meg még van egy kisgyerek. Kornél. Kék szörnyek. Akkor Pátri család. Hát angyal család lett a második, de a jegyek miatt a kék szörnyeket hoztuk ki, úgyhogy ők, ha úgy veszük, akkor volt verseny. Úgyhogy angyal család, de az oklevél, és a kék szörnyeké pedig a Fagyi jegy, mert ők már lettek elsők. Még itt az oklevelet hoztuk. És akkor harmadik karakter. Harmadik? Retkek. Harmadik a Retkek lettek. Kulcsár János. Harci Ilona. Hosszú Javocki Kuba és Kulcsár Petra. Hattuk, ugye? Jön a hattuk a nagy család. Nagy család kategóriába első lettek a hattuk. Hát csak!
Illés József, Illés Marca, Illés Máté és Nagy Lili, és akkor itt a Nagy Lilinek sajnos kivettük a jegyét, mert ugye ők már első ötletre. Második a vadkacsák. Második a vadkacsák. Nagy Péter, Nagy Henrietta, Nagy Levente, Nagy Vivien. Nagy család, gyertek! Ők a vadkacsák. A harmadik pedig a piranyák lettek. Megyeri Gábor, Megyeri Norbert, Megyeri Robert és Megyeri Bálint. Ez pedig. És akkor aki még egyetlen nem kapott, ő kapott. És